fantasztikus utazás, egy mese, ahol összemosódik képzelet és valóság. Offenbach operája, a Hoffmann meséi, ezúttal Monte Carlo-ban kerül színpadra a legendás tenorral, Juan Diego Floresszel a főszerepben. Nagyon izgatott vagyok, mert most először éneklem ezt a szerepet. A tenor szerepek francia skáláján ez egy igazi gyöngyszem. A késői romantika mesterművét, a saját meséinek főszereplőjévé váló Hoffmann történetét Jean-Louis Grinda állítja színpadra. Ez több, mint énekes szerep. Természetesen csodálatosan kell énekelni, de én úgy gondolom, hogy Hoffmann szerepe valódi színészi munkát igényel. A hangok mellett a szavak is súllyal bírnak. A Kleinzak dal egy csodálatos és nagyon ismert pillanata a műnek. Meggyötört és kissé őrült. És akkor elsodródik, és másról kezd el beszélni és énekelni. Egy nőről. Négy nő tépázza meg a költő érzéseit, egy operasztár, egy baba, egy az éneklésbe belehaló lány és egy kurtizán. Mind a négy szerepet ugyanaz a szoprán szólaltatja meg. Nem más, mint Olga Peretyatko. Ez a szerep álmaim ne továbbja. Különböző karaktereket megmutatni egyazon álomelőadásban. Ügyelni kell a kontrasztokra, a színváltásokra, ahogy egyik karakter átvált a másikba. Sziporkázó vígjátékairól ismert Offenbach mindig arra vágyott, hogy komoly operaszerzőként ismerjék el. Ez egy mestermű, amely kétségtelenül komoly szenvedést mesél el. Offenbach egész életében vidám darabokat írt, operetteket, olyanokat, amelyeken a párizsi közönség nevetett. A meg nem értett alkotó drámája benne öltött testet. Ahogy Offenbach, úgy maga Hoffmann is azon van, hogy komolyan vegyék. Saját költészetét, tehetségét kutatja. A végén Hoffmann eléri, ha úgy tetszik, visszanyeri tehetségét, és elismerik, ahogy Offenbach szerette volna, ha elismerik.